104 rádió egy csak igazi mai lágér, megy. Kellemes hétvégét kívánok. Velünk történt című magazin hallják, és hát hosszú idő szervezés után, most először a stúdióban, itt a magazin egy kedves barátom, Gyökös Attila, a Békés Csabai és a Szegedi Média Márt áruház igazgatója. Tisztelettel üdvözlöm. Üdvözlöm én is, kedves Norbert. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejött hozzánk. Attila, akkor most már így elmondom, tegeződhetünk. Hát részemről a megtiszteltetés nem csak amiatt, hogy így bizalmasabb a kapcsolat, hanem amiatt is, hogy mi már azért közel 12-13 éve jó baráti kapcsolatot is ápolunk, úgyhogy én örülnék neki, és köszönöm szépen akkor ezt a felajánlást így a műsorom keresztül is. Nagyon szépen köszönöm, Attila. Akkor legyen az első az, hogy ha jól tudom, akkor te nagyon-nagyon szeretsz utazni, és ráadásul nagy motorral. Abszolút, az egyik hobbim a motorozás. Én azt gondolom egyébként, hogy sok férfi álma egyébként a, a, szabadság, a szabad érzés, a motorozás, az autók, és volt szerencsém, hát most már 10 év Éve egyébként egy gyönyörű, nagy testű kruizet vásárolnom. És a feleségemmel, illetve egyedül szoktam motorozni. Azt azért érdemes tudni, szoktam mondani a barátaimnak, hogy amikor az ember fiatal, és nincs rá pénze, akkor van rá ideje. És amikor meg van rá pénze egy ilyen motorra, mint hogy nekem is, akkor meg már nincs rá ideje. Sajnos ezt azért hozom fel, mert nagyon-nagyon kevés időt tudok eltölteni a motoron. Tehát átlagosan évi 2-3 ezer kilométert, ha tudok menni vele egy nyári, őszi, tavaszi szezonban, akkor már összeteszem a kezemet. Igen, és hát, ugye mielőtt még rátérünk arra, hogy ugye Szeged, Békés Csaba ingázol folyamatosan, ugye jól tudom, akkor kettő éve a viszett Szegedet is, ugye? Igen, pár évvel ezelőtt a cégünknél úgy döntöttek, hogy a hatékonyság növelése érdekében összevonják az áruházakat, és büszkén mondhatom, hogy én voltam az a szerencsés a két áruház esetében egyébként, hogy én kaptam meg a Szegedi áruházat. Rengeteg feladatom volt, van azzal, hogy ezt a két áruházat olyan ütemben, olyan mederbe tudjam terelni, amit horrorálnak nekünk, illetve szám Munkra. Igen, és hát ugye innen is jött az ez is, jutott ha eszembe, hogy mondtad, hogy kevés időd van motorozni, de hogyha mégis, akkor merre fele szoktál járni? Az egyik kedvenc destinációm, célpontom egyébként a Transzivániai rész, ugye magyarul egyébként Erdély és Székely Föld. Legutóbb egyébként szeptemberben jártam ott az egyik barátomtól, aki szintén székely származású, és tőlük kaptuk ezt az utat egyébként a feleségemmel, és ő is hozta a feleségét. És hát ami apropója volt ennek az útnak egyébként, hogy a 25. házassági évfordulónkat töltöttük tavaly augusztusban. És és ezzel a barátommal, a baráti házaspárral tudtunk elmenni egy csodálatos öt napra egyébként motorra, Székelyföld, egészen Moldáviáig és a Ukrajna határánál jöttünk vissza, és nagyon-nagyon szeretnék az idén is elmenni, és bízom benne, hogy a barátom is, barátom még is velünk tartanak ismét. Ez volt a leghosszabb útod eddig? Nem, volt ettől hosszabb utam is már közel egy hetes, de nagyon érdekes egyébként, hogy az is szintén Székelyföldön volt. Ott bejártuk egyébként a Transzalpinát, a Transfogarast, elmentünk Csíkszeredára, a Békeszorosba, a Gyilkostóhoz, ajánlom egyébként magyar honfitársaimnak, hogy nézzék meg egyébként ezt a tájat. Nem csak a motorozás szépsége pestített fel egyébként engem, hanem az a szeretet, amivel minket ott fogadnak magyarokat. És ma is liba bőrös a hátam, hogy erről beszélek, hogy amikor bemegyünk egy kis faluba, és magyarul üdvözölnek minket, hogy jó napot kívánok, és magyar zászlóval fogadnak, ez olyan érzéssel tölt el egyébként, hogy oda, oda mindig nagyon szívesen visszamegyek. És akkor ezt hogy kell elképzelni, hogy nagy motort felpakoljátok, mint a filmekben, és akkor 5-10 nap? Teljes egészében két nagy oldaltás táskám, van egy hátsó táskám, illetve felveszek egy hátizsákot is, és a hátizsák mögött pedig ott ül az én kedves feleségem. Megpróbálunk ilyenkor kevés dolgot vinni, hiszen hiába megyünk egy 4-5-6 napra, akár 7 napra is, de azért azt tudni kell, hogy azért a kapacitás a véges ennek. Tehát aki eddig csak úgy tud elképzelni az utazás, hogy nagy bőröndökkel kocsiba tudott utazni, annak hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy másabb típusú felkészülést igényel. No hát Attila, akkor ennyit megtudtunk rólad bulvárba, ha már ez egy magazin műsor, akkor jó sztorizgat mindig. Beszéljünk egy picit az okos otthonokról, okos eszközökről. Mit tapasztalsz ezzel kapcsolatban? Szinte nélkülözhetetlen, elengedhetetlen, és az életünk része az okos eszközöknek a használata. Ha csak végig gondolom, hogy 13 éve igazgatom a Békés Csabai járuházat, és akkoriban még nem volt okos telefon. Pontosabban volt egy márka, aminek nyomógombos készülékeivel egyébként titkosítással lehetett egyébként különböző felületeket elérni. Fényévekre vagyunk attól, mint akár csak 10 évvel ezelőtt is tapasztalt. Te mennyire használod őket? Telefon, tablet? Hát az életem része. Az életem része, és azt kell, hogy mondjam, hogy a ilyen feszített tempóban dolgozik, mint én is, és ezt tudom jó, hogy azért több százezer, több millió magyar honfitársam tevékenykedik ilyen tempóban. Ma el nem tudnám képzelni azt, hogy például ne keresek rá útközben, hogyha mondjuk utazom Budapestre, hogy mondjuk még két étterembe fogok vacsorázni, és mondjuk arról jó értékelés van-e vagy sem. Vagy tovább megyek, nélkülözhetetlen része az utazásnál, hogyha használunk olyan programokat, hogy ne dugóba, és mondjuk kikerülje ezeket. És hát a napi munkámhoz is feltétlenül szükséges, mert az e a feladataimat, a naptár bejegyzésemet tudom akár telefonon, notebookon vagy tableten követni, és hát ez igen sokat segít abban egyébként, hogy mindig pontosan érkezzek, és pontosan tudjam, hogy mikor, hol kell lennem. Tökéletes, Attila, én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és tudtunk most először itt a velünk történt magazin műsorban beszélgetni, úgyhogy további jó munkát, jó egészséget kívánok, jó igazgatást Békés csabáni Szegeden, és legközelebb is és várlak vissza szeretettel. Én is nagyon szépen köszönöm, és nagy örömömre szolgált, hogy itt lehettem veled együtt, és hát kívánok a hallgatóknak is jó egészséget és boldogságot ezúton is. Nagyon szépen köszönöm, és Attila még egyszer fogad szeretettel kis ajándékunkat, úgyhogy gyökös Attilával beszélgettem a Békés Csabai és a Szegedi Média Mártáruház igazgatójával. Velünk történt című magazin műsorunkat hamarosan folytatjuk.